A veleig romlott, rohadt, büdös kommunista rendszer. Többek között a 3/2-es osztály miatt volt egy veleig romlott, rohadt, büdös diktatúra szerintem. Márhogy Deutsch Tamás szerint, aki neki ment a belügyminisztérium nemrég kinevezett államtitkárának. Sőt, Tasnádi László lemondását kéri a kormány közeli civil összefogás fóruma is. Tasnádi azonban nem mond le. Állítja, ő csak a munkáját végezte. Ami a dokumentumok szerint például az emigránsok vagy a Nagy Imre újratemetésén résztvevők megfigyelése volt. Benyúrita összeállítása. Nem mondok le, mert nincs miért. Egyre többen szeretnék a kormány közelében is, ha Tasnádi megváltoztatná pénteki mondatait. Deutsch Tamás Facebook oldalán üzent. A velejéig romlott, rohadt, büdös kommunista rendszer többek között a 3/2-es osztály miatt volt egy velejéig romlott, rohadt, büdös diktatúra, írta. De máskor mindenben a kormány mellett kiálló civil összefogás fóruma sem fogadja el Tasnádit államtitkárnak. Közleményükben azt írják, hogy nem lehet különbséget tenni 3/2-es osztályon dolgozók megítélése között. Szerintük az erkölcsös az lenne, ha Tasnádi maga mondana le. Ezek után azt is jelzik, hogy ha nem történik semmi, akkor további nyomásgyakorlással is élni fognak. Megyesi Péterről a 2002-es választások után derült ki, hogy 3/2-es tiszt volt. Akkor a Fidesz és Bayer Zsolt, utóbb a CÖF egyik alapítója, a lemondását követelték. A CÖF szerint ezért nem tehetnek most másként Tasnádinál sem. Tasnádi László 1988-ban rendőrfőhadnagy, majd rendőrszázados, 88-tól 3/2-es tiszt, Nagy Imre újratemetésén operatív tisztként dolgozott. A tömegben elvegyülő Vera és Amur Fedő nevű ügynökökkel tartotta a kapcsolatot az 56-os intézet adatai szerint. Tasnádi ezt tagadta. Jelentett önnek ez a két ember? Nem, hát ez egy marhaság. Nekem ilyen feladatom nem volt soha a pályafutásom során. És ez nem takarózás, hanem így alakult az életem. Tehát aznap ön nem dolgozott? Én nem mondtam, hogy nem dolgoztam. Nem volt olyan feladatom, ami az újratemetéssel kapcsolatosan munkafeladat lett volna. Mindenkit mozgósítottak, aki élt és mozgott. Rajnerem János az egyike azoknak a történészeknek, aki összeállította Nagy Imre újratemetése napjának krónikáját. Azt mondja, rengeteg irat eltűnt, de van, ami rekonstruálható. Na most miután ezek felkészülési iratok, ott annyi van, hogy ennek az embernek az a feladata, hogy két hálózati személy, akik várhatóan részt vesznek, illetve oda kell őket rendelni a Hősök terére 1989. június 16-án, hogy tartja a kapcsolatot, azok jelentést adnak, stb. Arról viszont nem maradtak fenn dokumentumok, hogy mit jelentettek neki, és hogy ténylegesen jelentettek-e neki. Ráadásul az ügynökök közül az egyik nem azonosítható, a másiknak, az Amur Fedő nevűnek pedig 2003-ban 20 évre titkosították az iratait. Senkiről nem jelentettem semmit. Én a kém és terrorgyanús személyekről jelentettem. És nemes feladata volt a magyar emigráció, a magyar demokratikus emigráció visszahazatérő tagjainak megfigyelése, és általában minden, ami kémgyanús. Márpedig a szovjet típusú rendszerekben mindenki kém volt, aki nem a rendszert szolgálta. Ez az oktatófilm is ezért készült a Tasnádihoz hasonló munkakörben dolgozó kém- és terror elhárítók részére. Bármilyen hihetetlen, ez egy szakma. Magyarországon keverik össze a szakmát a politikával. Nehogy már azt lássuk, hogy ezek a kémelhárítók egyrészt ilyen James Bond-féle szupermenek voltak, ez egy marhaság. De ugyanúgy nem arról van szó, hogy hazafias feladatot láttak el. Az egész titkos rendőrség nélkülözött minden demokratikus kontrollt, ezt a párt irányította. Ennyi? Viszontlátásra. Köszönöm szépen. Megkerestük újra Tasnádi Lászlót, azt a választ kaptuk, hogy a pénteki nyilatkozatához tartja magát. Most nem lesz idő a kérdésekre. A kormány szóvivőt is szerettük volna kérdezni, de nem lehetett. Benyúrita, Hír 24.